Valótlan állításokkal van tele az az interjú, amit az Éljen Szekszárd frakcióvezetője Bomba Gábor adott a Tolnai megyeszékhely ingyenes heti lapjának, a Szekszárdi Vasárnapnak. Ezt mondta a város polgármestere szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján. A cikkben Bomba Gábor arról beszélt, hogy több 10 millió forintos tartozással vette át az Éljen Szekszárd vezette önkormányzat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Tavaly a választások után. Ács Rezső szerint viszont ez hazugság, ugyanis az átadás átvételi dokumentumokból, illetve a főkönyvi kivonatból kiderül, hogy nem volt lejárt követelés, sőt a számlán több 10 millió forint plusz pénz volt az átadáskor. A városvezető hétértékelőjén kiemelte, politikai lappá silányodott az Éljen Szekszárd által átvett Szekszárdi Vasárnap. Az interjú számos más valótlanságot is tartalmaz Ács Rezső szerint. A cikkben szereplő információknak nem jártak utána és nem ellenőrizték le, így közel 20 olyan valótlanságot tartalmazó állításom benne, amelyet szeretnék sajtóhelyi igazítással kezelni, hiszen egyértelműen határozatokkal, döntésekkel bizonyítható, hogy nem úgy voltak ezek a dolgok. Csak érdekességként mondok egyet, például Starióról én nem tudtam, hogy a Modern Városok program keretében felmerült volna valaha Szekszárdan egy stadion építése, itt sportcsarnokról beszéltünk végig és folyamatosan. Tehát az is egy tetten érhető dolog, de számtalan ilyen módon sem mennék végig vele. Gyakorlatilag például az Őzarasdos folyamatos ötletelés zajlik, hiszen már karbonmentes házról, parkolóházról is hallottunk, már sok mindenről hallottunk, csak az idő megy közben, és komoly lehetőség van arra, hogy ezeket a forrásokat a város elbukinasztja. Az ilyen jellegű megszólalások azt próbálják meg elleplezni, hogy az ellenzék az egyfős többség, és itt a polgármester egyéből semmit nem tud csinálni, itt a 8 fős többségnek kell felvállalni a döntések felelősségét, nem tud még eredményeket felmutatni, tehát próbálja leúzni az előző projekteket, aztán utána kiegészíti a sajátjaival, de új dolgot, amit ígértek például a kampányban, olyat nem tudnak felmutatni, és inkább ilyen politikai hangulatkeltésre használják a lapot. Nagyon szomorú vagyok, hogy a Szekszárdi Vasárnap idáig süllyedt, hiszen lehet véleményem mindenkinek nyilván az előző szerkesztőségről, de egy tényszerű, hogy ők nem hazudtak ebben a labban, ami most viszont sajnos tetten így van. Ács Rezső a valótlan állítások miatt helyreigazítást kért a Szekszárdi Vasárnap főszerkesztőjétől, és áll elébe egy interjúnak. Felkértek egy interjúra, természetesen én nem teszem meg azt, amit az ellenzékben, az, hogy bolykottál bizonyos neki nem tetsző médiumokat, ezért igen fogok nagy interjút adni, ha még én tartanak rá. Ács Rezső azt kéri, hogy a különböző politikai oldalak végre találják meg a közös nevezőt, és olyan döntéseket hozzanak, amik a város érdekeit, fejlődését szolgálják. A sajtó pedig hitelesen és korrekten tájékoztasson a városban zajló eseményekről.